Szevasztok! Nagy Dunát vagyok a Hangszer Plázából, és a mai napon az Ibanez miniszériájának a pedáljait hoztuk el nektek, mégpedig az összeset, ami felelhető a szériában jelenleg, és első körben nézzük is meg a torzító pedáljaikat, illetve a hangológépüket. Én most a saját gitáromat hoztam el, ami egy Fender Telecaster, viszonylag sokoldalú hangszer, és nekem ez áll kézre, úgyhogy ez fog majd megszólalni. És kezdjük is akkor, ahogy a jel halad. Az első pedálunk a Big Mini nevezetű kromatikus hangulógépjük, ami egy tök jó kisméretű hangulógép, igazán pedálbord barát a méretezése az összes pedálnak, illetve a kialakítása. Egyetlen egy hiányosságuk van talán, hogy csupán tápról működik, tehát elemet, 9 voltos elemet nem tudnak fogadni, ami valahol érthető is, ezt az áldozatot meg kellett hozni, cserébe viszont pici kész cukik. Tehát hangulógépre visszatérve, egy nagyon egyszerűen használható hangulógépről van szó, bekapcs, kikapcs, true bypass, be lehet állítani, hogy egy fél hanggal vagy több fél hanggal fentebb vagy lentebb szeretnénk hangolni, illetve 435 Hz-től 445 Hz-ig lehet állítani. Következő pedig az Ibaneznek a boostere, ami egy elég sokoldalú pedál. Én alapjában véve azokat a boostereket szeretem, ami nem csak clean booster, hanem pici koszt, pici torzítást is vissza hangzásunkba. Itt még kaptunk egy, illetve kettő potmétert, amivel tudunk hangszint állítani, van egy bass, illetve egy treble poti, plusz van egy level hangerő szabályzónk. Megmutatom csak magában a booster pedált egy viszonylag tiszta hangszínen. Ez magában a hangszínünk, és akkor ehhez jön a booster. Tehát hallhatjuk, hogy picit ad a jelszintünkre is, illetve egy pici torzítást is hozzáad. Hogyha csupán ez a feladata a boosternek a láncunkban, a pedálbordunkban, akkor nyugodtan berakhatjuk például az egész láncnak a végére, és akkor csak jelszintet fog emelni. Ha viszont, és akkor lépjünk is tovább a következő pedálra, itt van ez a Tube Screamer, és én bekötöttem elé a boostert. Most nézzük meg magában csak a Tube Screamert, amit szerintem nagyon nem kell bemutatni, ugyanaz a klasszikus hangzás, csak egy jóval kisebb formában van most a kezeink között. Van egy hangerő, egy hangszín és egy drive szabályzónk, semmi cicoma, teszi a dolgát. Nézzük is meg akkor magában. Ez a gitár hangunk, és itt jön a booster, minden középen van, nem tekergettem semmit sehová. És hogyha picit nagyobb jelszint vagy torzítást szeretnénk, én akkor már a hangszint is picit megpiszkálnám. Ez egy remek kis hangzás, viszont jöjjön akkor képbe újra ez a booster, mert hogyha, mint korábban említettem, a lánc végére kötjük, akkor
a hangerőben fog emelni. Ha viszont bekötjük egy pedál elé, akkor azt a pedált fogja megboostolni, jelen esetben a Tube Screamerünket, és pici hangerő, és még több gain emelés lesz majd. Mutatom magával a Tube Screamert. És ehhez jön a booster, szintén minden középen, ahogy az előbb is. Egyből van egy jóval agresszívebb hangzásunk, és simán tudjuk használni így a Tube Screamert magában, tehát van egy alaphangszínünk, van egy Tube Screameres hangszín, van egy boosteres hangszín, plusz a kettőnek a kombinációja is egyszerre. Ha tovább haladunk a láncunkban, akkor a következő ez a gyönyörű kék pedál, ami nagyon szépen csillog, talán ez lett a legszebb a mini pedálok közül, ez pedig a Super Metal nevezetű. Itt van a legtöbb opciónk arra, hogy beállítsuk magunknak a kis hangszínünket. Van Edge, Punch, Attack, picit csalok, Level és Drive potméterünk is. Nyilván a drive potméter itt is a legnagyobb. A level az hangerő, semmi extra. Az edge és a punch az meg picit érdekesebb. Mutatom úgy, hogy minden középen van, kivéve a hangerő, mivel hogy azt egy picit talán ki kell jobban tekerni, és akkor lesz ugyanaz a hangerőnk, mint ha ki lenne kapcsolva a pedál. Nem is kimondottan az az igazán metal hangszín, inkább egy distortion pedálnak nevezném, ha a Tube Screamer az Overdrive, akkor ez a széria distortion pedálja. Picit nagyobb a torzítás, illetve ugye jobban testre tudjuk szabni a torzított hangszínünket. Hogyha nagyobb gaint adok rá, és picit a magasából veszek vissza, ez az Edge nevezetű potméterrel történik meg, akkor így szól. És akkor még tudjuk variálni tovább a dolgokat, van egy Attack potméterünk. Ez egy ilyen presence jellegű történet. Illetve van még... Ez szintén az Attack. És van még egy Punch nevezetű potméter is. Amivel meg inkább a mély tartományokat, a mély frekvenciákat tudjuk testre szabni. Most egy picit az Attackra adunk. Picit a punchból visszaveszünk, picit az edgeből is, és nézzük is, hogy szól. Ez volt hát a Super Metal, bár szívem szerint még kitekerném teljesen ezt a drive potit, mielőtt tovább mennénk a fázra, és akkor ez ezt mutatja.
S végezetül, de nem utolsó sorban a 850 fáz nevezetű pedált fogom megmutatni nektek, ami drive potméter helyett kapott egy sustaint, lényegében ugyanaz, egy tont, meg egy levelt pedál nélkül. Így szól a gitár. Jaj, bocsánat, ez a super metallal. Super metal nélkül, tehát mindenféle pedál nélkül. Így szól a gitár. És most a fázzal. Inkább ez a Big Muff-os jelleg tükröződik vissza, mint mondjuk egy fast face. Jó kis karcos hangja van. Most minden középen van, de a sustaint egy picit talán visszaveszem, és adok rá egy kis magasat. Illetve, hogyha jobban kitekerem a sustaint, mai videóba ennyi fért bele, viszont ne aggódjatok, a miniszéria modulációs effekt pedáljait, illetve az analóg delay-t, ezt a következő videóban be fogjuk még mutatni nektek, úgyhogy tartsatok velünk akkor is. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, egy feliratkozást, és gyertek be az üzletbe, és próbáljátok ki ezeket a pedálokat. Na, szevasztok! I'm not going to be able to do that.